A hőségben különösen fontos, hogy házi kedvenceinkre, haszonállatainkra fokozottan ügyeljünk. Óvjuk őket a tűzőnaptól, és folyamatosan biztosítsunk számukra friss ivóvizet. A tartós meleg nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is megviseli, például a kutyák is kaphatnak hőgutát. A Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél ott jártunkkor éppen egy lovat fürdettek. Lentről felfele szoktuk kezdeni a fürdetést, először a lábait locsolom le, utána megyek a farára, és utána a nyakához, és úgy haladok utána a háta oldala felé. Most fontos, hogy ne legyen annyira nagyon hideg ez a víz, de télen, vagy nyáron igazából ettől az átlagos víztől nem lesz semmi gondjuk. Hogyha valamelyik ló beteg, tehát kehes, egyéb gondja van, azt nem szoktam telibe spriccelni, meg ilyenkor is azért igyekszem egy kicsit eloszlatni a vizet. Ha nem, akkor azokat csak táborról mosdatjuk, hogy ne kapjon hirtelen nagy hideget a szervezete. A Pécs-Somogyi Állatotthonban fokozott figyelmet fordítanak az állatok szervezetének, környezetüknek hűtésére. Ha megnézzük a különböző típusú állatokat, akkor azt kell mondjuk, hogy vízre mindegyiknek szükségük van. Természetesen különböző formában, különböző minőségben, tehát mondjuk addig, amíg egy lovat lefürdetünk, és ott is nagyon fontos, hogy fürdetjük le, hiszen egy felhevült állatot, ugyanúgy, mint egy felhevült embert, nem rögtön hideg vízzel nyakon öntünk, mert többet állatunk, mint amennyit használunk. Az sem mindegy egyébként, hogy mondjuk egy kutyát hogy fürdetünk le. A kutyánál sem célszerű az, hogyha egy felhevült állatot rögtön bedobunk egy hideg vízbe, vagy én azt sem tartom túl célszerűnek, amikor egy kutyát elviszünk sétáltatni, és beviszünk rögtön egy patakba. Sajnos azt kell mondjuk, hogy olyan éléskörök jelentek ma már meg, és a mai vizeink sem olyan tiszták már, hogy akár ez ne jelentsen problémát. Tehát én mindenképpen az ellenőrzött körülményeket javaslom, a fokozatosság elve itt is érvényesüljön. Lassan, kíméletesen, a végtagoknál kezdve. Kutyák esetében a hátrészt is a fürdetés elején kell kezdeni. A madarak is szenvednek a hőségben, nekik fürdővizet is kell biztosítani, tette hozzá Farkas Tamás, az Egyesület elnöke. Az alapvető az a friss víz. Másrészt, ami nagyon fontos, ne ijedjünk meg attól, hogy az állatunk nem fog annyit enni melegbe. Tehát ugyanaz az igazság, mint ami az embernél. Tehát azt gondolom, hogy általában az emberben a 38 fokos hőségben nem elsősorban mondjuk egy csülkös bablevest fog megkívánni, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt teszik, hanem inkább a könnyebb ételeket, kevesebbet teszünk ilyenkor. Ez ugyanúgy az állata is igaz. Tehát kevesebbet teszik, viszont ezek az ételek, ezek legyenek nezdúsabbak. Külön szeretném felhívni arra a figyelmet, amikor tápaletetünk, a táp az egy száraz eledel, ami egyébként víz hatásával nagyon meg tud duzzadni. Ilyenkor a nyári időszakokban még több vizet kell biztosítani, mert hogy maga az étkezés és a tápos étkezés is többet elvisz. A legfontosabb, mint számos egyéb esetben a megelőzés, azaz a megfelelő körülmények biztosítása állataink számára. És még egy nagyon fontos dolog, a nyári forróságban, zárt autóban véletlenül se hagyjuk kedvencünket, még 5 percre sem.